A csapattagok elmondták, fárasztó volt az út, hiszen egészen Zalaegerszegig mentek, de az eredményre tekintve megérte ennyit utazni. Kellemes meglepetésként érte őket a dobogós helyezés. Nagyon vártam, nagyon örültem neki, mert jó élmény volt, de nem számítottam volna, hogy amúgy harmadikak leszünk, szóval örülök neki. Igen, gondolkodtunk rajta, hogy bennünk volt az is, hogy másodikak legyünk, vagy elsők, de a harmadik hely is ugyanúgy kitesz. A csapat összejátszása, és hogy összeműködtünk meg minden, ez így tökéletes volt. Jó volt, összességében az már a sokadik volt. Szerencsére most jó eredménnyel is zártuk. Tetszett. Folk György mesélt róla, hogy edzőként hogy élte meg a versenyt. A lányok fegyelmezettsége kulcsfontosságú volt. Aludtak éjszaka, nem kellett őriznem őket, úgyhogy nagyon jó volt. A Larissa, mint csapatkapitány, fantasztikus volt, meg is köszöntem neki. Tényleg, nagyon jó volt. Nem azt mondom, hogy most volt a legjobb csapatunk, de most voltak a legfegyelmezettebbek a lányok. Sokkal jobb játékosokból is álltunk már ki, és 18-ig lettünk. De most annyira fegyelmezettek voltak, annyira koncentráltak, hogy hála Isten sikerült ilyen eredményt elérnünk. Együtt dolgozunk már sok éve lányokkal, az egyesületben vannak más iskolákból is játékosok. A mostani diákolimpián csak a Tolnai Vosinszky Morátos iskola játékosai vettek részt. Szerencsére a lányok annyira közreműködek voltak, hogy tudtunk külön edzeni, tehát négy edzést, ilyen még soha nem volt, hogy négy edzést erre tudtunk külön szánni, többiek segítettek nekünk, tehát ez egy közös munka volt, és ezért szerintem ezért sikerült elérni ezt az eredményt.